Az UVSE otthonában megnyert mérkőzés után a Kemény Dénes uszodában folytatja a bajnokság 11-12. Helyért folyó küzdelmet a Miskolci Vízilabda Klub. A rájátszás párharc pedig akár véget is érhet szombaton, ugyanis amennyiben újra győzni tudnak a miskolci pólósok, lezárhatják a párharcot és ezzel a szezonbeli szereplésüket is. Az idegenbeli győzelemnek köszönhetően összesítésben előnyből kezdheti meg a play-off találkozót a Miskolci Vízilabda Klub hazai medencében az Újpest ellen. Ennek pedig a két csapat első mérkőzésén elért győzelem az alapja, így Vidumanszky László is együttese egy újabb sikerrel befejezhetné a párharcot. Ehhez azonban az kell, hogy a forduló pontok jobban sikerüljenek, mint legutóbb. Ha ezt tudjuk kizárni, és teljes erőből odaállunk, akkor szerintem tudjuk a medencébe eldönteni a párharcot. A szezon utolsó hazai bajnokián egy elszánt, meglehetősen harapós Újpest érkezik majd Miskolci vendégjátékára, hiszen számukra csak győzelem esetén folytatódhat a párharc. Az UVSE otthonában játszott mérkőzésen 8-3-ra, majd 10-8-ra is vezetett a miskolci együttes, de nem sikerült lezárni a meccset, és végül egyenlített a fővárosi csapat. De a jobban szereplő MVLC végül győzni tudott. De hazai pályán nem fordulhat az elő még egyszer, az első adandó alkalmat meg kell ragadni a találkozó eldöntésére. Jó volt egy kis környezetváltozás, 3 napot szentesen edzettünk, és velük tudtunk gyakorolni. Ez szerintem mindenképpen jó volt, kicsit együtt volt a csapat, tényleg jól éreztük magunkat, de az fog számítani, hogy holnap 6-kor ki lesz a jobb formában, és ki fog jobban akarni. A szezon utolsó hazai mérkőzése a Panergy Miskolci Vízilabda Klub UVSE bajnoki rájátszás találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a Kemény Dénes uszadában.